Na Csácsóbi, csört ezt a csokoládét, szevasztok gyerekek, hát ide cüvöltem ezt a három kabályt, aztán csapjuk bele a lecsóba. Hát nem volt egyszerű egyébként, nem volt egyszerű ide küzdelem ezt a három gépet, meg ráadásul a vágóasztalokat be kellett vinnem a telepre, kellett vennem újat, akkor azokat fel kellett ragnom, el kellett ide hoznom, úgyhogy veregessétek meg a képervállát, mert azért ügyes volt a mai nap. Folyamán. Na. Csapjunk bele a lecsóval, és indítsuk a kombájnokat, de ez kukoricával. Oda néz, ez nem hangtalan ez a dolog. Menjél te is, barátom, és meglátszik, egyszer vettük meg a kombájnokat, mi? Na, egyszer vettük meg, mert tök jól együtt vannak, és akkor jöhet a következő turnus is, és megnézzük, milyen gyorsan tellenek. 3%. Haver, te neked nem jól van beállítva a menetrended, das ist menetrended. Nem, ő neki másik oldalra volt fordulva, hallod? De miért? Na mit csináltál Keeper itt? Mit csináltál szegény kamajdal? Jó, oké. Csapják neki, mint az őrültek, nekünk meg feladatunk lesz, nem kevés egyébként. Majd ez megint szerintem kifogta a Keeper azt, hogy... Nagyon durva sok munka lesz. És nagyon félek, nagyon daszis félek, mert lehet, hogy... Nem, nagyon jó egyébként ugye a hely. Mármint ugye, milyen jó nekünk, hogy... Mondtam ugye, hogy itt el tudom adni akkor a kukoricát, és akkor nem kell messze vinni. A nagy francokat egyébként segítettetek sokat, többen írtátok, hogy rácsesztél Keeper, mert itt nem fogod tudni eladni, de ez kukoricát, úgyhogy nem egyszerű lesz, mert ide nem tudom, úgyhogy be kell hordnom a faluba, úgyhogy itt ez egy ilyen nem kicsi dolog lesz, mert ugye árpa és búza eladás van itt meg fápríték, ha jól látom, ugye? Fápríték eladás. Szóval cseszheted, mert nem tudod be, nem tudom, egyszer nem jó. Nem jó, gyerekek, nem jó! De viszont mást is kellene csinálni, ipartelepen üdvözöllek minket, azt mondják. Ja, mást is kellene csinálni, nem csak ezt a dolgot, de viszont rohamosan telik már 17. Ez mi volt? Hallod, én fordítottam a kormányt, esküszöm, és miért ment ez egyenesen tovább? Hallod, damage buyer 5-5%, hallod, ez hatalmas baleset történt, meg még ráadásul az is a... Jó, a gyerekek, várjátok, ott mennek a kombányok. Jó, hallod, ez a főd, ez tudod mekkora? Ez megbolondulunk, gyerekek, megbolondulunk, várjátok, nézzétek meg, hol... Itt mennek a kombányok. És így indította meg őket, és mind vagyunk, hát itt most erre, majd talán visszafele el fognak jönni. Hát remélhetőleg szépen okosan egymás után csiga sorba, vagy liba sorba, vagy miben jönnek. Csak be kell vinni az összes terményt dolgokba. Ez egy kicsit hátra tolitálok. Aztán indítsuk meg megint, más nem tudok csinálni gyerekek, szerintem az lesz, hogy Rábát is áthozom erre a földre, hogy azért legyen munka. Rábát is átvisszük arra a földre, és azt fogjuk csinálni gyerekek, hogy mit a bolond. Várjatok, ahogy valamit elfelejtett a Keeper, állj, stoj! Hát nem pörgettem az időt, megállítottam, amíg a kabajnokat hoztam át, tudjátok. Nem pörgett az idő bele. Jó, oké, figyeljük a rizéket ezerrel, figyeljük. Kabajnokat. Már 32% gyerekek, úgy látom, hogy lesz a kukoricának nem kevés hozama. Úgyhogy... Talán minket nem fog lebombázni az Osama. Hát ez azért ott volt. Azért ott volt. Reméljük a kukoricának lesz hozama, és akkor nem fog minket felbombázni az oszama. És ezek... Ne, csináld a ricsit. Ne csináld a ricsit, léci, kérlek, könyörgöm, de nem hiszen elhallod, már megint itt volt egy ilyen karó, hát mindjárt kivágom valahonnan, hol vagy? De most komolyan, hol van? Hol? Ez? Ez. Biztos ez volt, nem? De... Nem ez. Nagyon boldog a Keeper. Nagyon boldog, hogy izé van, baze. Hát ez mibe akadt el most? Nem azért. Ja, lehet a Steiger akadt el. Lehet, hogy fölfut. Ott van a Steiger akadt el, hallod? Itt van el. Azért biztos, hogy a kettőt feleserába az nem izéné szakítaná ki azt ott benne egy büme. Várjátok, ezt is megindítom ám. Figyelj, tök mindegy merre, az a lényeg menjen. Csapja neki gyerekek.
Nekünk meg marha gyorsan el kell mennünk a izével. Ezzel. Eléjük. Ott jönnek. Nagyon jó, várjál. 50%-on van, az körülbelül el fogra kérni ide az egyenesbe talán. Hú, gyerekek, na, itt aztán lesz money. Csak azt nem tudom, hogy fogom bevinni majd a izébe. Az eladási zónába ezt. Ó, jaj, de jó, itt van fejlődésút is. Jaj, de jó, de jó. Egyébként azon is gondolkodtam, oda-vissza indítom meg őket, csak akkor úgy összegabajodnálak. Ugye, amikor jön szembe, mert akkor nem tudja, mi van, aztán ilyen történnek ilyen dolgok. Úgy gondoltam, hogy az mégse történjen meg. Az a csodálatos dolog. Na mi van, befejezte a munkát. Igen, itt figyelik a dolgokra. Ott aratnak gyerekek. Igen, ő úgy gondolta, hogy befejezte. Én meg nem gondoltam úgy, barátom. Én nem gondoltam úgy. Figyeljetek, az a lényeg, hogy átraposgatom. Az a lényeg, hogy menjen a munka. És minél kevesebbet kelljen nekem dolgoznom, ugye? Jó, adjál neki, Sándor. Veresed neki, mint a Veresegyházi. Lassan majd meg kell őket izélem, töltelem. Rába meg úgy fékereszbe egy csapja. Figyeljetek, tök mindegy. Az a lényeg, hogy menjen. Menjen a Melo. Menjen a Melo, Dia. Figyelj, ez teljesen jól csinálja így. Nézzük meg a kombájnokat is. Jó, hát ezzel el fogunk egy darabig kecsegni, amíg ugye ez megtörténik. Nem is tudom mennyire, ezer eurónak számítottam a vágóasztalok darabját. Ugye a kombájnok amúgy is baromi drágák. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ugye a vágóasztalok ne legyenek drágák. Hány százaléka vagyunk, gyerekek? 73. Hát akkor kb. Jó helyen van az IFA, oda nézzél, eltalálta a keeper. Akkor egy kör alatt tellenek meg körülbelül. Nincs egy egész kör. De ugye egyre kevesebb lesz, minél jobban szűkül a... föld. Föld, ezt a szót kerestem, hogy föld. Igen, igen. Jó, oké. Jaj, de jó. Azt nézem egyébként ezt a másik földet, itt nem tudnám hozzá observálni egy kis ekével, mert van egy ekénkább gyerekek, aztán tudunk ilyen dolgokat se, hogy oda observáljuk a földet. Hozzá ehhez, figyeld a! Nincs közte semmi, hallod? Hallod, ez az lesz, ez még kerül hozzá, várja, nézd meg a mapot. Hallod, el fog menni, hallod, a map egyik szélétől a másikig fog érni, azért. Ezt még hozzá durradjuk, mindenképpen gyerekek az lesz. Jó, oké. Hány százalék? 85. Gyerekek, olyan jó helyre raktam az ifát, megőrültök. Haladjatok szépen, haladjatok testvéreim. Már kitette a csövet, gyerekek. Úgy, íven fordul. Nem sikerült, egy kicsit kisodródott. Megy tovább, jó. Na, és vérett munkások nem fejezték be a munkát. Ha mi történik, gyerekek? A végén még megtartosodnak itt az emberek. Összesen most 5 munkásom dolgozik, gyerekek. 5 munkásom viszik a pénzt, mint az őrült. És a kukorica János. Oké. A tengeri az a kukorica, nem? Kukorica tengeri. Akkor egy tengerit le kell váratni, úgy gyerekek, az lesz itt a feladat. De ez is feladat. Hát itt csodálatos. Ezzel a parkocsi, várjatok, kiveszi a kukoricát és mennyiért? És hogyan? És az a baj ugye, hogy pörög az idő? És most végül is pénzre megint nagyon kell a pénz, úgyhogy nem tudok nagyon itt rafkózni az árakkal. Úgy lesz, várjál, mi van? Sertés beszik, kukorica hogy áll? 1400, hallod? A repce azért jobb, mi? Ez Kovács József és Kelemen Roland, és Kovács József veszi most nagyon jól. Senki más. Kovács József, ő meg nem tudom, hol ellenzik Kovács Józsefet várják a partánál. Hol a Kovács Józsi? Józsi? Hol van Józsi? De most tényleg hol van ez a Józsi? A Kovács József az a hacsó, a távolabbi, ahova még nehezebb bejárni, mert ott van az a nagy betonkotla. Tudjátok melyik? Szerintem. Én tudom. De várjál, 95%. Beugrunk az IFA-ba, és elé vegyünk a feladatnak. És gyerekek, ki van számolva, hallod? 96%. Hallod? Nehogy azt mondjátok, hogy pont idején, hallod? 97%-on van. Hallod, ha ezt így eltaláltam? Akkor én megkapom a kiváló dolgozók érdemérvét. Azt tuti, hallod, és figyelj, eltalálta a keeper. Oda nézzél, hát majdnem itt állt meg ez a csodálatos szerkezet. A Fall Street 512-es csoda. Remélem 512-es, most nagyon égtem volna, hanem. A kukoricát visszük, mint az őrültek. Sajnos ugye, és okosba csináljuk, mindig az első gépet ürítjük, mert akkor a hátsó, vagy az első ugye nem fogja feltartani a többit. Mindig az első kettőt kell, mert akkor ugye ha az elsőben marad, akkor föntartja a kettőt, amelyik amúgy is tudna aratni. Látjátok, azért ki van találva, és igen, tudom, befejezte a munkát a kettőnél Melos. Mindjárt átállunk a következő kampányra, és akkor utána már csináljuk is. Megyünk ki is, gyerekek. Álljál meg, Sándor. Álljál meg. Úgy,
És már akkor már fordítom is meg a traktorokat. És tényleg egy olyan pörgős gép, gyerekek, tegnap volt az a nap, amikor éjfélig toltuk a izébe, 5 órás live-ot csapattunk a fiúkkal, meg a lányokkal. Hát erre kipör az úgy, most még jobban pörög minden, jaj testvérem. Hát ide parkoltad le az izét. Árnyékba szeretsz lenni, látlak. Látlak, de várjál, várjál. Bajok nem kicsik, mert közben meg kéne mást is csinálni, mindjárt. Elindítom, tudom, tudom, hogy nem tudja kontrollálni már ezt a rengeteg feladatot a keeper, de megpróbálja helyrehozni a szituációt. Na, ennyi testvérem. Mi történik itt? Mehetünk, mehetünk előbbre egy kicsit. Mibe ülök most közben? Ja, a kombányba ültem. Ha, most remélem nem abban. Induljunk el. Na. Halljátok, nem akar menni ez az idő. Szerintem ez, hogy le van sérülve, akkor lehet, hogy teljesítményvesztésünk is van. Mert ugye már a sárgán írja, hogy 55%. Úgy ordít ez a kombány, hogy én jobban idén. Már rosszul érzem magam, gyerekek. Egy csomó mindent kell venni, úgyhogy folyamatosan költeni fogjuk a pénzt el. Úgy, mint a legjobb költőink. Mint Petőfi Sándor, úgy fogom költeni a pénzt. Csak én nem a verseket költöm, hanem a lóvét. Na, csapjuk neki, mindjárt mehetünk tovább. És egy, valószínűleg, hogy valami... Hú, de egy csomó mindent kéne venni, például egy ergest. Jó lenne, mert akkor nem ezzel a kis izével, szügymirimitjével kellene ugye mennünk. És ennyi, gyerekek, fullon vagyunk. Hagyjál neki, Sándor. Hát igen, egy kicsit szélzilálódik, így az a baj, nem tudjuk leüríteni az összes kombányt. Ugye az utolsóban maradt szem, de viszont szépen dolgozunk, szépen, figyeljetek, hallod, csúszik az ifa eleje, nem hiszem el. Egy HV80-as szerintem be fogunk újítani, nem is tudom mennyire raktam be, vagy 100 000-ért, nehogy jól érezd magad, túl van árazva mindve, mint az állat. Jó van, gyerekek, visszük a faluba be, de amire visszaérek, és igen, befejezte a munkát, nehogy jól érezd magad. Mindig azért egy kis feladatot ide adnak a keepernek. Staggerünk az verre történik a projektje. Ő te mit ők, te mit csinálsz? És miért nem tudtál megfordulni, hát nehogy már egyszer valamit cselekedjél, valami jót. Fordulj meg, barátom, azért tartalak. Azért vagy te itt az rábás, hát megkaptad a rábát, legalább. Valamit okozzál. Induljuk el, gyerekek, ezt a potkocsit úgy adom el, mint a shits, és megveszünk a HV80-at, hallod? Ez a potkocsi, ezt tudjátok minek lenne? Jó, fóliát bele, aztán úszómedencének. Vagy kerti medencének, jó. Oké, most történik minden szépen. Nézzük a forsüteket, 32... Egyszer, nem tudom mi a szar van, túl vagyunk-e terhelve, vagy mi történik-e. De ez olyan úgy tolja az elejét, hogy hiába teszed keresztbe a kormányt. Ez olyan szépen megy egyenesen tovább, hogy azt ihaj nézni. Komolyan most figyeljetek. Forgatom jobbra-balra a kormányt, így nyílik, kitekerem, azt nem történik semmi. Meg ráadásul olyan gyorsulásunk van, hallott, hogy megőrülsz. Mindenhol munkások, gyerekek a minimumon egyszerűen ellepték a robotok ellepték a főnöket. Várjál! Rába utakadályba ütközött, hát miért is ne? Nem, figyeld. Akkor meg mit ír? Ja, gyerekek, vigyázzatok a vonat mellett, mert összetöritek a gépet. Cudarvilágunk lesz. Csődbe megy a CS. Vigyázzatok, okosok. Okosba nyomjátok. Na menjünk ma. Menjünk ma. Úgy írta az előbb egyébként, hogy elakad a rába, azt nem tudom, mégsem akadt. Mégis megoldotta a problémát, gondolta, ki lesz rúgva. Most már Keeper nem bírja tovább idegekkel. Hát itt lehet, hogy nem létező íveket fogok használni. Úgy. Úgyni. Gyerekek, viszünk 14 000 liter kukoricát. Kukoricát az azt jelenti, hogy ha 1000 liter. Na, matek feladvá, gyerekek. Úgyis online tanítási zóna van, figyeljetek. Hogyha 1000 liter kukorica 1500-ba kerül, akkor 14 000 liter. Mennyibe kerül? Mennyibe kerül? Na, megmondom nektek, figyeljé. Az körülbelül kukoricába. Szerintem egy ilyen 20 pár ezer, jó? Most hadd ne számoljam ki. Egyébként fáj a fejem nekem ilyen. Ha meleg front van, akkor mindig fáj a fejem képülnek. Gyűlö meleg már megint. Egyébként ez az időjárás napjainkban, ez se a régi, gyerek. Ez se a régi. Hát a retro időjárás normálisan volt. Hát mi az, hogy értitek? Minden egyes rohadt decemberben, meg karácsonykor izé van.
napsütés meg 20 fok. Áprilisban meg mínusz 10. Mi? Meg az, hogy egyik héten mínusz 10, másik héten plusz 20. Most így márciusban az volt. Hát ne haragudjál meg, bazzad, de a Keepernek a szervezete ezt már megsínylő. Hát öreg vagyok, mint a posta úgy gyerekek. Hát nevén beszélnek hozzá. A Kovács Józsi, megyek. Jó. Az... Jaj, bazze! Hallod, megdobott minket a patka, hallod? Nézed vissza, hallod? Ez nem én voltam a hülye, tényleg a patka megdobott. Patka megdobott minket. Hello, Mari! Arja, jó néz ki az a csajok mindig ebben a izébe feszülés farmerben. Hallod, ide ezzel éppen nem fogok tudni bevenni. Jaj, fiatalok, rácseszünk erre. Érzem. Hát itt nem tudok megfordulni ezzel a döggel. És akkor okosban megpróbálja a Keeper, jó? Ez csak úgy működne, hogyha egy évben meg tudnék fordulni. Hát azt megkísérlem, jó? Megkísérlem. Gondolom, ennyire fog sikerülni, hát biztos. Jogunk egy éveset, hallod, ezzel a pauttal. Ott épp, hogy elfér az eleje, akkor talán kifér a hátulja. Úgy, okosban. Az indexet, ez majdnem az index burát leütött a Keeper. Na, ürítsünk. Közben ürítsünk. Hát amire megfordulunk gyerekek, de ezért kellene egy jó izé. Hát egy nagy pótkocsi, az meg még úgy se félre kell ezzel. Egyébként lehet, hogy azt kell az ifát eladni, meg egy kicsit gyűjtögetni. Azt akkor izé lenne gyerekek. Lehet, hogy nyerges, igazán nagyon drága, de az is jó lenne nekünk. Az a baj, minden kellene gyerekek, minden kellene. Csak pénz nincs, de az a legkevesebb, szokták mondani. Na, oda nézi, azért megoldotta a Keeper, ugye? Hallod? Ezért ki van találva, figyelj. És ez pont ott el fog férni index burával. Izé, nyomjuk. Odali. Azért most megint büszkeség, azért eltöltötte szívemet, lelkemet. Meg szerintem nektek is. Ja, a bérelt munkás el van egy kicsit izéve, tele van. Hát megyek vissza testvérem, nincs semmi probléma. Tudok egy rövidebb utat? Gyerekek, ez a kukoricaföld kb. 5 kilométerre van légvonalban, de én tudok egy rövidebb utat. Esküszöm, hallod? Figyeld meg majd. Tempomattal megyünk. De figyeld, oda, most ez halál, most ez nem vicc. Én tudok egy rövidebb utat? Én tudok. Mind amikor ezé? Meg rajta kapja, tudjátok, a feleséget a férj, hogy éppen valami történik az ágyba, a szomszéddal, aztán mondja neki, hogy asszony, én tudtam! Jó van, oké, Laci, de ő még mindig tud. Igaz? Beletjük neki, gyerekek. Az a baj, miért 41-en megyünk esetleg? Hallod, te nyílen nyomom, hallod? Itt ez szerintem fönforgás van, szerintem ez meg... TMK-nak be kéne tenni itt az ifát, mert hallod, le van nagyon szerelva. Viszont van 35 ezerünk, gyerekek, hallod, rámegyünk a izére, rámegyünk a kamazra, oké? Kamaz. Fantasztikus kamaz, de tényleg tudok egy rövidebb utat, figyeljetek, odanézzél, itt a két bokor között, ott van a izé. Nem hülyeség ám, egyébként itt megy egy főnes út is, hogyha nem lenne a Keeper ilyen nagy paraszt, akkor ne ott menne. Itt vannak a kombányok, nézd le kombányok, nézd meg, itt vannak a kombányok. Nézzek, főnes úton, veresi a Keeper, egyébként ez lehet, megy a vasba ez az ifa, mert annyira le van már szedálva, hogy ez őrület. Itt át kéne okosba, tilosba megyünk, tilosba. Úgy. Jó, megjöttem, ne aggódjál már. Na. Meggyűjtem. Hát ez nagyon ki volt számítva, pont megtellett mi. Ja, tudom, már 200 éve tele van egyébként. Jó, a bérlet munkás az megállt megint. Ott van 100%-on. Az első, más, következő meg 5. Új, te. Hallod? Hát, Sanyi, ez nem kicsi az a föld, mi? Jóó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 
te fiú. Na, menjünk a másikhoz. Nem, meg bekapcsoltad a kereplőt, ügyes voltál, jó van. Menjünk akkor gyorsan. Na. 16 óra 8, gyerekek, gyűn a pénz, figyelj!
akkor nem csináljuk ezt a HV portkocsi dolgot, meg semmit, hanem azt csináljuk szépen. Bemegyünk a boltba, megnézzük, mennyit adnak az ifáért, oké? Okay? És ez halál komolyan. Alkudunk egyet, megnézzük, mennyit adnak érte. Ezt onnan fogjuk kideríteni, hogy mennyi kell pénz. Várjatok, változott az ár? Ugye, már izé van. Ja. Tudom, egyébként állnak a gépek is. Kukorica. Kukorica, vegy lefele, nézd le, tesó. Látod? Hát tudod, ez a baj. Hogy ugye ez egy nehezítés, hogy pereg az idő. Pereg. És ugye... Megy lefele a kukoricára, mert a kukoricát adok el. És ugye, de viszont most nagyon kell a pénz nekünk. Úgyhogy várjál egy kicsit. Milyen befejezted? Megfordulni az Istennek, ne forduljál meg, komolyan mondom, te... Anya szomorító, hát neked nem is jut más, mint az Etor. Nem, mint hogyha szar lenne. Az Etor fanok meg mindjárt itt izének, lazadnak. A Steigerrel se jobb. Megállt a föld közepén, miért itt? De, mit kereső itt, de, az apát szemét. Te hallod, de az Istennek nem fordulnának ezek meg. Komolyan vagyok, az nyakuk nyújjon meg tényleg már. Ahogy Bundi szokta mondani. Itt mi történik egyébként? Mi folyik itt gyöngyösen? Te is meg... Izéjétét ümmetté ott. És ezt oda tolassak rád. Mi vagyok én szerinted? Profi! Jó, oké. Jó. De nyugodjatok meg, gyerekek. Árassatok keményet. Mennyibe kerülnek? Várjatok, nézzük már meg a dolgokat. Vagy a mennyibe... Nagyon drágán raktam be a dolgokat. Nagyon brutál drágán egyébként. Teherautó. Ugye van nyergesi fánk. 680 lóerővel nem vesszük meg, ideje van. Kamaz. 180 ezerbe kerül, hallod? 180 ezerbe az a kamasz. Azért keeper, te sem vagy hülye. És 40 ezer, ez. Várjál, ez hány literes? 40 ezer literes? Nem tudom, hogy 90 ezer, mi a szar, hallod? 180 ezer. 270 ezeret azért nem fogok itt összeütni most instant szerintem. 270 ezer. Mennyibe kerül az ifa? Mármint csak azért, gondolom. Megvegyük a nyerges ifat, de az meg csites. Nem akarok csites járművel menni. Ez ő hallod, 680 lóerőt ír rá. De egyébként nem biztos, hogy amúgy megy, mármint most ez, hogy ide van írva. Ez 100 ezerbe kerül, hallod? De ugye kell venni hozzá olyan szar. Na várjál! Az viszont akkor lehet, hogy azt megjátsszuk. Most elviszünk egy időt, megnézzük, mennyit adnának a potkocsiért is, meg az ifáért is. Tudom, hogy húzom vele az időt, bocsi, de valamit ki kell találnom itt. Kell valami pénzt csinálnom, mert különben nagy bajok lesznek. Na, itt kell átvágnom? Itt át tudok vágni. Ugye csak ne, fönn ne akadjunk, mert akkor ezt az ifát tényleg visszük a vasba. A vasba visszük az ifát. Aki törik a kereket, vasba bele majd, jó lesz a feneke. Jó van, gyerekek, szuperek vagyunk egyébként. 35 ezer, Adarész befejezte a munkát. Jó, utakadály, hallod? Utakadály elkezdi, utakadály van a rábának. Hát mi? Amíg az nincs is út, meg ott nincs is út, milyen utakadály lenne? Jó, ezt befejezte a munkát, tényleg ne fordulj vissza, komolyan mondom, nehogy véletlen megerőtesd magad, nem tudom. Csodálatos napod, barátom Sándor. Egyébként autótraktor, ne próbáljuk meg. Hallod, én bátor leszek, oda-vissza autótraktor, jó? Figyeld. Figyeld, nem oda, így, és hogy, oda néz, hogy fordulj, 8-asból, így. Hallod, adja neki Sándor, figyelj, bízok benne testvérem, hogy ezt így az egészet lerántod most. Jó, oda néz. Hol van a izé, rábas tejget? Hát ezt szépen fölgyűrted ide, barátom. És még akkor rugasd itt. Végül is tényleg ez nekünk jó lesz. Ja, jó van, akkor bele tümmettél ide ebbe megint. De és annyi, hát mit csináltál már megint? Komolyabb oda beveszem a izét. És ez még ide fog dűni, azt itt húzkodott keresztbe hosszával. Everleg. Jó, etűnnek. Jó, írtátok egyébként, hogy etűnnek. Ez köszi. Te hallod, ezek mit csinálnak, ezek be vannak rúgva, vagy mi? Mindjárt ránézek az Etorra még. Egyébként akasztja a játékot az autótraktor. Egy csodálatos dolog. Nem működik, de akasztja a játékot. Úgy biztos vagy be, hogy... Hú, oda nézzél, most aztán mi lesz, barátom?
Na, 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 mit fogsz csinálni? Mi lesz a lépés erre? Oda né? Hop, 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 hop. Azt nem mondd, hogy átmész oda, ha... Gyerek. Te figyelj, összetöröd a gépet, a vonat elé kiviszed, neked aztán abban biztos vagy, hogy abban a pillanatban rúgtalak ki. Jó, gyerek. Na, oda rámész? Baze, hallod? Ne, oda-vissza működni fog az autó traktor, figyelj, ne! Figyelj, fölfedezte. Nem hiszitek el! Working az autó traktor, igaz, hogy kicsit rossz szélességgel dolgozik, de... Adjál neki. Jó, figyelj. Nem fikázom, de akkor lehet, hogy ennek is adok egy autótraktort, mert... Vagy ennek is be van ilyen kukapcsó? Nem. Álljál meg, barátom. Izé, oda-vissza. Figyelj. Küldjed neki te is, hát csak jó... Valamit csak csinált. Rátok bizom, most elengedem a kelleteket. Fiaim. Csinálhatja, ezek meg már úgy tele vannak, mint a győri busz. Jó, át kell kicsit megnézzük a pénzt, figyelj, leadjuk a kukoricát, nem búza, hanem kukoricát, és izé. Az lesz, egyébként lagoltatja a játékot az autótraktor. Akkora hatalmas művelet kell ahhoz, hogy felszántsák a földet, hogy tényleg a názának leolvadna ennek is. Ettől is. Hallod, ha most meg... Most ne kapcsoljál világítás kipörve, akkor biztos, hogy leolvad paks. Most akkor tuti, hogy paks le fog olvadni. Hello, hello. Szerintem úgy feszítek ebbe az ifába, én vagyok a Sanyú. Hello. Ja, én vagyok a keeper, de mi újság van? Úgy fogom a kormányt. Ha majdnem kitörik a kezem. Jaj, majdnem vittük a buszt megállót, barátaim. Aztán akkor TS busz mivel hozná a TS dolgozókat? A TS busz? Kik a nekik gyalogónyi? Kik a gyalogónyi a TS busz? Mi? Befejezte a munkát, hallod? Az Etol. Már annyira fölvilágosult volt, hogy... Jó, hát figyeljetek, igazából itt már nem tudod mit kezdeni magával, de figyeljetek, nagyon jól vagyunk. Hallod, ez mindjárt kész ez a föld, esküszöm. Itt még neki indítom egy kicsit. Autótraktorra természetesen, hát annyira profi, hogy biztos vagyok bele, a sineken fog kikötni egyébként ez a... Figyelj, nem ismerem megnézni, hogy a Rábas Tiger hol megy, de figyeljétek. Figyelj, de. Ő úgy gondolja, hogy ez biztos jó lesz. Hát lehet, hogy ki... Ja, jó van, oké. Bevégezett. Ő úgy gondolta, hogy ez lesz a jó irány. Jó, hát a Steigeres egy kicsit izé... Meg van tébolyodva ezeket a fákat meg, gyerekek. Aki ide tette, annak aztán rúgnám ők segbe, csak úgy zuhogna. Szerintem nem tudok kettő... Az a baj, hogy ezek miatt az autó... Jaj, biztos megmondjátok, hát most az volt a probléma, hogy ez a Rábas Tiger nem jól érzékelt, el akart menni Hawaii-ra, mert ott látott egy földterületet, amit be akart Hawaii-on végig rapcével vetni. Ne lássál, itt lássál földterületet, itt indítottalak meg, akkor itt forduljál vissza, nem? És ne haragudjál. Ezt nevezik mesterséges intelligenciának, hogy... Várj, megnézem azt az Etort, mert az is ám... Hallod, az Etor azt teljesen tud, hogy jól csinálja a dolgokat, gyerekek, oda néz, nem kapkodja, alapjárat, érted? De legalább jó, oda néz, az izéből meg a forsítből már kibudjon a kukorica. Én kukiper meg még arra tart, jaj. Azért lenne jó egyébként egy jó nagy gép, mert akkor nem kellene állandóan furikáznom lefel, hanem akkor ugye, mitől abba beleférne egy csomó, ebbe belefér 14 ezer liter, abba beleférne mondjuk 40 ezer liter, aztán már mindjárt jobban jönnénk ki. Érted? De viszont annak az ifának van még egy baja. Vagy be van álma az egyik kereke, emlékeztek? Ugye? Van egy bugos a kereke. Nem büdös, bugos? Vigyázzatok, a patkára rá ne menjünk, mert vége lesz a bulinak, gyerekek. Álljál meg, Sanyit, be kell fordulnod, és most hallod lendületesen. Mert a kifer már kitalálta az útvonat, itt átszeded erre. Utta átszeded ide-vissza, oda néz, itt éppen. Oda néz, átmész, megpörgeted egy kicsit a bikiniket. Vagy a... Oda nézi, hallod? Ez... Szerűen a profizmusom nem ismer határokat. Itt meg már folik ki a kukorica, annyi van. Ja, az bugos az a izé, azt elmondom nektek, Sándor. Az bugos. Mindjárt, kiürítjük a másikat is. Jó, ne, tele vagyunk gyerekek pénzzel. Ne.
Olyan, és ez nagyon ki lett számolva, hallod? Figyelj, nem... Az indexig, gyerekek, oda nézzé. Olyan másik index. Oda nézzé, hallod? Azért... Most ez tényleg jó lett, most... Na komolyan, hogy nagyon büszke vagyok. Na. Mennyibe kerül egy... HV80, de azzal sem vagyok előbbre egyébként. És gondolom, mondjátok, vegyél egy HV80, de azzal sem leszek előbbre. Jaj, ez 90 ezer, hallod, annyiba kerül, mint az. És ez a kamaszhoz való lenne ez a szap. Jaj, de nagyon sajnálom azt a kamaszt. Ez viszont 40 ezer, és ez ki is jönne. Ó, gyerekek, megyünk egy cserét. Megyünk egy cserét, mert ennek így sem értem. Inkább legyen egy bátkerekes ifa. Mint ez. Ez egy borzalom, gyerekek. És azt szerintem meg is fogom tudni venni. Hát nagyon bízunk benne, mert különben akkor most nagyon rácsizik a keeper. Mentsünk egyet. Ezt még nem csináltam meg ebben a játékban, hogy valamilyen cselekmény előtt mentek. Mert nem vagyok benne biztos, hogy például nem vitte le az árát a... Tudod. 30 ezer a kocsi, gyerekek. Hát az ma megérte. Hát fan ez... Oh, Lord. Ez inkább kimegyek Hawaii-ra egyet. Na. 146 ezer, gyerekek. Hát ebből már mindenki jön. Minden is. De egyébként egy dolit is vehetnék meg izét, tudom, traktor, de nem tudom, az nem autentikus. Mert nem nagyon szoktak a TS-be dolival húzkodni, várni, 40 ezer, meg ugye 90 volt az IFA talán, úgyhogy, vagy 70. Úgyhogy akkor meg is van, ezt meg tudom, mert nem tudom mennyi, mekkora a húja. Várjátok, megyünk el össze a gépet, azt akkor mindjárt meglátjuk. 70 ezer, hát ezt nem fogom tudni megvenni, veszünk egy ilyet. Ez van, tudom, hogy bugos a kereke, valószínű itt is 17-ben próbáltuk, már nem volt jó. De legalább menni fog talán, remélem. Az, hogy mit tudom én, mennyi lóerő van odaírva, az meg biztos, nem biztos, hogy az úgyis van. Mindjárt meglátjuk, hogy mennyire fog menni. Ez meg lehet, hogy kifagyott, úgyhogy akkor az meg... Na, nem nyugodtatok meg, ugye én is nagyon bizony voltam idegbeteg. Ne fazzal, ez a ne fazz porkocsi, ne fazzal, moré. Na aztán most oda nézzünk. Ifa. Egyébként ilyen ifát én nem is láttam, hogy ilyen 6x6-os, vagy nem tudom, 6x6-os lehet, mert is kereke van. Viszont a powerkocsi az nagyon jó, akkora aksik vannak itt, nem tudom minek az oda. Ez ilyen tipikus rusz, vagy ruszki paut. Nézzük meg az ifa, mit tud. Semmit egyébként. És igen, az a hátsó kereke, az be van állva. És tudom, oké, mankó kerék, meg lehet mondani, igen, de ez akkor is nem jó. Hallod? Csak nehogy bugos legyen, mert akkor... akkor a keeper most... rohamot kap. Nem, jó. Jó, azon se lehet semmit csinálni, jó. Na gyerekek, menjünk. Hány literes lehet ez? Nem volt kiírva, ugye. Na megyünk, oké? Aztán megtöltsük ezt. Jó, alatt azon a hátsó kerekhez nem a legjobb. Egyébként mennyi a vége? 93? De ez megy, mint a bolond egyébként. De viszont nem olyan brutál gyorsulásról, ha megnézitek, mert... Várjál, itt az egyenesben nézzük meg, hogy ez most tényleg... Azért szerintem nem 680 lóerő, mint olyan jóra van, mert most lenyomtam. Elég nyögvenyelősen indul. Most van 30-on. 40. 50. 60. 70. Hát nem, azért most ez... Most azért annyira nem... Csites. 73, 74, de ezzel legalább lehet hordani, gyerekek, de nem? Nem rossz, ez tetszik. Egyébként bejövős a cucc. 93, a max sebességet én levenném, mert azért 93-ban ne döngessen az ifa izébe. Hóta, egy kicsit átkonfigurálom, jó? Majd a következő részig. Hallod, ez nagyon megy, hallod? Ki? A szemem kisül. Annyira megy. A izére vagyok kíváncsi kapacitására. Hát ez valószínű, majd ez egy kamazra lecseréljük. Mondjuk megmondom őszintén, a kamaz, én nagyon csipem, meg ruszki ármi, meg minden, de hogy egy darabot nem láttam én TS-be buzát hordani, meg kukoricát. Kukoricát? Az biztos. Na, mindjárt tudunk viszonyítani. Ugye, hogyha mondjuk 10%-on lesz, 5%-on van 1500-nál, akkor 10%-on. Hát akkor ez egy 30 ezer literes pót. Azért az azért barátibb. Várjatok itt meg. Jaj, testvérem, hát te is egy kicsit meg vagy szénűvel, jó van, nincs semmi baj, buksidat megveregeti a képer, azt mehetsz tovább. Menjél csak, csináld a dolgodat.
Nem mondok semmi, gyerekek. De. Jó, amúgy figyeljetek, most itt erről körködök, de ez a két géppel így, autotraktorral, vagy minek nevezzelek barátaim dologgal. Azért levetettük ezt a földet, majdnem, még nem, mert ott a föld átsó részén azért még van baj. De figyeljetek, azért itt igazából kézzel nem sokat csináltam, és mégis azért megtörtént az esemény. Na nézzük, mi van itt. Jó. Amire elindultam, ugye? Van megint 6%-on van itt az a hátsó. Na, hát akkor 22%-ig verjeti a izé, egy darab. Ja, arra vagyok kíváncsi, az ifa, ez, hogyha meg lesz ragva, akkor mennyire fog menni. Ja, meg a sofőr az eltűnt. Persze, jó gyerek. Zsírulj, hallod? Zsírulj. Igaz, a vízfőfogunk az forraljuk. Padlóban, meg ezt nem én csináltam, hanem eltolta egyébként a paut. Ez szerintem úgy fogja tologatni a pót, hogyha tele lesz, ez a nagy 30.000 literes mind a szar. De különben tök jó, mert hasonló átsó kerekkel, úgyhogy nem csúfos. Jó, nekem tetsző fajta. Na gyerekek, ideértünk, amire ideértünk, arra 13%-on van az a kombájn, amit leürítettünk be. És direkt, nézd meg, oda rész, hogy tolja. Hát ez majdnem divizseltük is. Felkapcsoljam a lámpát, merjem gyerekek. Leolvasztjuk paksot. Figyelj, nem akad be, figyelj. Hopp. Kicsit oda csapott. Meglepődik a gép ilyenkor, hogy mit akarunk mi. Vannak ilyen fények is ebben a játékban? Jó, és ez merre ürit? Állj! És megint kitaláltam valami hülyeséget. Hogy fogom ezt eladni? Meg kéne nézni egyébként, mennyi az annyi. Még mindig ez a Kovács József egy... Ja nem, kukoricát kéne nézni. Ja, még mindig Kovács József. Annyira nem ment le az ára. Nem annyira veszélyes. És el kell adnom mindenképp, mert kell a pénz. Viszont elég jól jártunk most. Hé. Hey. Ez érdekes volt. Bocsánatot kívánok, de... Tök úgy mutatta, hogy nem éri el a csövet. Jó, és az a jó benne, ugye most nem kell egyből elvinnem a szemet. Hanem tudok egy kicsit várni vele. A három kombájt leürítettük. Több mint 50%, jó, ugye akkor... De ugye bőven egy... Most van legalább 5 percem, amik körbeérnek majdnem még egyszer. És akkor is ráérek majd elvinni. Egyébként rendesen megrúg a gép. Ugye várj, elindulok. Emeli az elejét, mi? Lol. Na jó, csak hülyeskedtem, azért nem. Na oké, gyerekek, szuper. Mit akartam mondani? Jaj, de jól néz ki ez. Ez tetszik, hallod? Subidubi jól néz ki. Na, csináljunk valamit. Ó, hát itt meg nem tudom, várjál, megnézzük, mit csinált ő. Pont sikerült, elkaptam, hogy végzett, és végzett is, és jó, és meg is van csinálva, hallod? Ennek még azt hiszem be van kapcsolva az autó traktorja, és egész jól működik. Viszont, nézzük meg a izét, a Steigerünk az ott megint benn van a izébe, az árakba. Figyeljetek, le van verve az egész, szerintem ez a csücsök itt jobb oldalt az nem lesz. Vagy az is, nem, az nincsen. Itt ezt a csücsköt kell levetnem, és igazából megvan. Megvan ez a föld is. Úgyhogy már itt, majd fogunk aratni. Viszont itt iszonyat sok pénz jön majd ebből a kettő földből, ugye? Hát ez. Sikerült azért, megoldódott a dolog, mármint hogy le tudtuk aratni, vagy vetni ezt a kettőt, meg be is kultiváltuk. És ugye, jó, csináld, ahogy szeretnéd, barátom. Tényleg most elengedem a kezét, érvényesüljön, próbáljon meg. Én ezzel lemegyek a földről, és ezt már nem fogom én berakni sehova. Várjál, mi van itt? Jaj, várjatok, akkor ezt lehet, hogy megcsinálom gyorsan kézzel. Itt azért még van egy kis rész. Hát gyors megcsinálom kézzel, és igazából akkor tényleg itt az a föld is kész. A másik az meg szépen érik már be. Ki van kapcsolva az elszáradást, ne aggódjatok a keeper miatt. Nem lesz semmi probléma. Nem lesz semmi probléma. Elszárad a gabona. Csuhaja. Ott is le van bedvám, csak még nincs kinőve, ott a barna föld területem. De majd mindjárt megnézzük a légi felvételeket, jó? Aztán az a biztos.
Aztán jöhetnek a kombájnok gyerekek, de ugye... Ja, igen. Azt fogjuk csinálni, amit beszéltünk, ugye, hogy... ja, de hát akkor a vágóasztalokat is el is adhattam volna, mert ezt már én izével akarom aratni. Nem ezzel, hanem... De figyeljetek, megvehetném a klaszt. Vehetnék klaszt ezekre a földekre kettőt. Megmaradhatna a forsvit. Nem? Akkor nem kéne mindig ide-oda vinnem őket, hallod? Az sem hülyeség, mert innen meg át fogunk menni kultiválni ugye a nagy kukoricaföldre, a legnagyobb földre. És igazából akkor lehetnének azok ott telephelyesek a MÁV-nál. Egyébként a MÁV telep lenne a jó hely izének. Ilyen... Minek? Farmnak. Farm a francokat, ti esznek. Milyen farm, hülye vagy kipőre? Nem izén vagyunk. Nem a Bobby Ewing van itt meg ilyenek. Jó, ez a félrehallok, more. Fél áll a kipőr, attól lesz a jó. Nézzük, milyen szűrő van. Elfogy a izéje, a viszont... Ennek meg elfogy az anyag belőle. Hallod, ez hol van? Ez azért jó. Figyelj le! Ezt nem lehet átcsaszni, csávok! Hallod, átmegy itt inkább, oda nézzél. Került egyet. Ajjaj! Figyeljetek, aki a profi, az profi. Viszont kell mindenek ki szemet. Gyerekek, nagyon durván nagy a gazdaság, és nagyon durván sokat kell melózni ebbe az egészbe. Tényleg brutális már. El fog fogyni a repce, úgyhogy már visszük is neki, és már tankoljuk is meg. Befejezte a munkát, azt írja, jó van, oké, leállt, nem baj. Fajnán fullon vannak a kukoricások. Ugye az aratóink, kombányaink, arató, de Istenem. Na, itt egy kicsi elvat lett hagyva csík, majd lehet, hogy megcsináljuk, lehet, hogy nem. Egyébként ez, jaj, ez az etor, meg mindig elfelejtem, hogy milyen rettenetesen, vagy az etor, ez a traktor, mindig elfelejtem, hogy mennyire rettenetesen gyenge. Amúgy még jó, hogy meghagytuk ezeket a gépeket is, nem gyerekek? Na, itt érdekes dolgok történtek. Ő úgy gondolta, hogy ott jó világ van, oda megállt. Aztán pihenés. A pihenés mellett döntött egyszerűen ennyi gyerekeket. Letelt a műszak, vagy nem tudom, mi történhetett. Ő hogy gondolja ezt az egészet, de... Szerintem nem nagyon izgatja magát, de ez az etor, ez olyan gyenge, hallod, hogy ez... Hogy ez bőrület. Gondolj be, te hol, ne csináld a ricsit, na jó van, álljál meg. Nem, ebbe akartam beszállni, hát ez is piros. Hát igen, néha, ez az autótraktor, ez egyébként nem frankó. Bárki, bármit mond, olyan hülyeségeket csinál, hogy ez hihetetlen. Megpróbálkoztunk vele ugye ma, de nem jött össze a dolog. Kukorica meg full tele van mindjárt. Eznek az autótraktorját kikapcsolom szintén, aztán oda-vissza hadd mennyi. Mert ez nem egy bonyolult föld, szinte egy egész kis kocka. 1700-ba került megtankolnom a vetőt. Közben. Na. Így. És akkor autótraktor nélkül. Meg akkor le kell ürítenem a kombájnokat. Ó, és pont itt van mellettem. Oda nézzél, hallod? Pont itt van mellettem, és megállt. Gyerekek, ma nagyon nagy mázlisták vagyunk. Hallod, pont megállt itt. Hát ezt nem hiszed el. Nem hiszed el, egyébként érdekes, mert ez meg a csöve még nem ér hozzá, és úgy érzékeli, hogy hozzáér. Jó, én hiszek neki. Viszont a másik kettőt, az hol van? Ú, de messze vagytok, gyerekek. Most nem is nagyon sok fog beleférni. Nem baj, azért elmegyek. Az elsőt azt megpróbálom ürítgetni. Tök jó, a póton is felkapcsolódnak ezek a szélességjelzők vagy mik. Ja, elég kicsit bugos az a pót, mert magasabbnak érzékeli, mint amilyen. Így a legjobb, gyerekek. Veri az arcodat a kukoricát. Kukoricának a cimere. Ugye? Hűha, milyen izé terep ez? Azt a betyár, láttad ezt? És már az ifa már izé meg is sérültük valamivel. Egyébként eléggé durva, jól megy, de azért nem 600 paci.
Ezt ki akarom üríteni. Gyere, 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 aj! Hát ez meg lesz ragva, gyerekek, ezt eladjuk, akkor az gyűjt belőle, mi? Ránézek az árra. Kukorica, 1500-nál megállt, 1518-nál megállt. Jó, hát, ezt nem fogom tudni üríteni, az így jár. De ezt levent 17%-ra, másik 10-re. Jó, ennyit tudok. Ennyit tudok tenni az ügy érdekében, egyébként baromi sok részét már learadtuk ám. Egész jó vagyunk. Jó lampaja ennek az ifának. Mondom, hogy meg kéne próbálnom átmenni, csak már megint nem tudom, hol vagyok. Jó helyen vagyok én, gyerekek? Mi ez? Itt van a napraforgó, jó. Ja, meg nincs izé motorhang, hanem alapjárati motorhang van végig. Nem tudom, azt mennyire halljátok. Ez van egész végig. És 300, és sérülnek a dolgok. Nagyobb megyünk, sérültek. 3%-ra megsérült a az ifa, és 2%-ra a pót. A nefaz, nefaz pót. Eladjuk a kukoricát, az nagyon jó lesz nekünk. Oké, gyerekek. Jó, 33 000 egy ilyen forró, 25 000, Jézus Mária. Az egy ilyen 45 000-et fogadni. 40 000-et. Úgyhogy akkor fölmegyünk 70 000-re. Most azért meg ebből a kukoricából, ez baromi nagy ötlet volt, hogy ezt írtátok. Ebből a kukoricából meg tudunk venni szinte minden, gyerekek. Hát jó, nem minden, de azért most szerintem a kombájnokat tök jól le tudom cserélgetni. Úgyhogy ez jó lesz, gyerekek. Öröm, boldogság, és akkor ugyanoda kell vinni, hát be kell tolatnunk. 40-es táblóban, finomkodjunk, gyerekek, finomkodjunk. Jó kis puha kormány, mi? Ja, ilyen nagyon furcsa, ilyen habanyagú, jaj, emlékeztek erre, vagy tudjátok? Ilyen kis kemény műbőr volt kívül, vagy ilyen, nem is tudom, ilyen... Így ott meg volt egy kicsi... Ja, ez várjál, baze, ez nem lesz egyszerű. Ja, mert ugye Siker, és kukoricát azt csak itt tudod eladni, mielőtt meg megkérdeznétek. Ezt azt kell csinálni, hogy... És merre ürítesz? Hallod, ide be tudok menni? Ha, jó. Hát oldalra ürít elvileg. Aha, oldalra ürít, jó. Folyikával kavics. 37 000, hát majdnem eltalált a képet. És akkor most igazából ki kell tolatni annyi a szitu. Ami azért annyira nem egyszerű itt. Mert minden korlát, meg minden kutyafüle van. Látunk mögött korlát. Jó lesz ez, gyerekek. Azért a Keeper nebba kezdte. Úgyni. Jó van, gyerekek, várjatok, álljatok meg! Ha valamit elfelejtettem. Hány óra van? 10 óra van. 11-kor zár a Maria kocsmába, hát akkor félreállok, aztán azért bemegyünk oda. A tipikus izé megállás, mi? Ifás megállás. Aztán utána meg. Az a tipikus ifahajtó, az a nagy zuhanó, tudod? Dűr! Durranik egy nagyot, amikor bevágja. Aztán akkor jó van, menjünk a kocsmába. Na jó van, gyerekek, ennyi volt ez a videó. Remélem egyébként ma büszke voltatok rám, mert a Keeper rettenetesen ügyes fajta volt, én úgy érzem. Egy csomó dolog sikerült, egész jó, cseréltünk egy jármű, mert az egész járműpark egy kicsit ezzel a kukoricával fel fog ledőlni, és így tovább. Előre az 5 éves terv, 1 milliárd euró. Sziasztok!